ezért is aratnagy siker, és tulajdonképpen a magyarok szájíze és a magyarok, de mondhatni most már, hogy a nemzetközi közönség ízlésvilága is találkozik ebben a desszerttel, és ezért úgy érezzük és úgy gondoljuk, hogy méltán lehetünk büszkék rá, és reméljük, hogy önöknek is ízleni fog. Az előbb említett rétegezés adja a desszertnek az élvezeti értékét, és itt a legfontosabb, amikor egy egyszerű desszertről beszélünk, hogy bár az egyszerűsége fontos a jó alapanyagok használatával együtt, az egyszerűsége az élvezeti értékében rejlik, a krém könnyedségében és a rétegezésben. Az omlós piskótalapokat vajjal, tojással, cukorral, liszttel és egy kevés vajjal készítjük. Ezek a lapok ettől egy picit omlósak lesznek, és nagyon jól illeszkednek a könnyed kakaókrémbe. Tulajdonképpen éveken keresztül, akár az én gyerekkoromban is, az, hogy a dobos torta, az a dobos torta, tulajdonképpen nem is tudtuk, hogy miről van szó. Nem tudtuk azt, hogy ő egy személy, hogy ő egy halhatatlan cukrász. Azt tudtuk, hogy nagyon szeretjük a roppanós cukrot a tetején. És egyszerűen gyerekkorunkban elneveztük dobnak. És mindenki azt mondta, hogy hát ez azért dobos, mert valami fajta dobra emlékeztet. Dob en húngaro significa tambor. Esa tarta tenía forma de tambor y encima tenía una capa de caramelo rígido encima. Entonces nos pareció un tambor. El apellido del inventor dobos significa tamborilero. A dobos dessert. Así que tenemos aquí el dessert del famoso dobos, el señor...